szöveg, hogy you are mine. Tehát elkezdem mondjuk... Hogy jó, hogy... You are mine! De ezek egyformák voltak, ugye? Nem, ez három különböző volt. Tehát volt egy mély, volt egy közép és volt egy magas. Jó, de ugyanazzal a technikával csinálják. Igen. Igen, így van pontosan. Fogozzanak a hangszalagok, tehát normális sem a fejtartás. Ja. Csak a levegővel kell játszani, hogy... Várjál. Jobban gyomorból támasz meg. Aha, nyilván. Jó, hát igen, hát te erre majd rágyúrunk. Aha, az az. Nem, kicsit még. Még olyan középszerű igen, az, igen. Ami... Igen, igen. A közép meg a magas, az zseniáliska. Ő mindig mond valami jó kis furfangot, amit ugye magától az ember arra nem igazán tud rájönni. És ugye mivel ő rendesen tanítja, meg birtokában van úgymond a technikának, a gyakorlásának, a hangnak, hogy hogyan védjük a hangunkat a screamelés közben. Ezért kicsit ilyenkor mindig megnyugtató, amikor ő mondja, hogy igen, ez így jó, vagy ezt csináld egy kicsit inkább így, hogy levegő meg valami, és akkor attól jobb lesz, és akkor ettől biztonságosabban tudom, és jobban merem én is csinálni. Tehát arról szól nincs, hogy te leheteszel erről a stílusról, tehát a screamer is az most már hozzátartozik az összenőtteled, nem? Na, igen, eddig is összenőtt, arról így szó, hogy én erről nem vagyok, biztos vagyok benne, hogy mindenki mondja, jaj, ne hagyd abba, hát Isten őriz, hogy abba hagyja. Nem. Ez nekem kell, én ezzel lettem teljes, úgy érzem. Eddig mindig kerestem, hogy mi vagyok, ki vagyok, hol vagyok. Most itt vagyok.